gyorsan a labdát. Arról az oldalról az első félidőben is ő küldte középre. Most jön a labdája, Tóth Iván bent marad, lefejelt labda, ott a lehetőség és ott a gól is. Egyenlítenek a vendégek. Méghozzá Engaha a gólszerző. Kiintegetnek a Honvéd tábornak, ez nem feltétlenül sportszerű, hatalmas fügykoncert. 1-1. Itt van a középre ívelt labda. Sangaré próbálja meg lefejelni, és aztán végül nem is Engel, hanem Habib Mekán volt az, aki közvetlen közelről betalált. 1-1 jelen pillanatban, tehát hosszabbításra állnak a csapatok, láthatjuk a túloldalról is. Megelőzte az oda csúszó Ivancsicsot Habib Mekang. És ezzel ő megszerezte első idei gólját, még a bajnok Stuczynski. Schindler. Ábrahám egyből teszi Kósnak. Középen jön Bárányos is, de oda most nem fog eljutni a labda. Habib Mekang vágja ki. Tartanak a moldávok a Honvéd. Több Honvéd mérkőzést volt szerencsém látni már ebben a szezonban. Ez most egyelőre átlag alatti teljesítmény a kispestiektől önmagukhoz képest. Ez teljesen egyértelmű, de még ez is elég le. Și de miza meciului. Mi-aduc aminte un jucător care a debutat la echipa națională atunci care era jucător al formației Sheriff Tiraspol. Era jucător al acum Nistru Otaci, altfel nu mai au nicio șansă la câștigarea cupei. Ce ar fi culmea ca Nistru Otaci să piardă și în acesta. Un gol de la Otaceni, sigur mulți și-ar dori prelungiri. Nu și noi. Căciuc, mingea care a fost reținută de Alexandru Melenciuc. O fază haioasă s-a întâmplat. Am avut impresia că Melenciuc a pus 0, iar în sferturi a învins în dubla manșă formația Olimpia Bălți cu 2-0 la Bălți prin golurile marcate de Alexeiev și Gnanu. A figurat, bineînțeles. A fost cu Ciuc. Acum abia Alexeiev, Arbănaș. Intervenție strălucită a lui Habib. De la Fece Florin la Nistru Otaci. Roamba. Și cu intervenție bună a lui Habib. Finala UEFA Champions League dintre Chelsea Londra și Manchester United. Catherine nu prea scriu multe goluri. Alexeiev a trecut bine de doi jucători, însă nu a trecut și de un meci nu foarte spectaculos, un meci nu foarte strălucit, un meci cu viză în care Sheriff Abraham Schindler. Dobos felé egy hosszú labda. Dobás Abraham. Középen csak Bárányos. Most érkezik fel Kós Gábor. Habib Mekang. Dobos. Most középen meg vagyunk létszámban. Jön is be a labda. De Bárányos nem tud fejelni, mint hárman bent. Ábrahám. Megvan még. Az pedig szabad rúgás. Nem, mehet tovább. Ezt is tovább engedi Mihály Svensson. Köze nem volt a labdához Habib Mekangnak, úgy esett el mellette Kós Gáb. Nem Pomper végzi majd el. Egy figura jön, méghozzá micsoda figura! Szöglet a vége. Kós Gábor csúszott össze Habib Mekanggal. Ápolás kell. Íme a figura, Ivancsics ugratja ki Kóst, egy kicsit meredek a labda, és így odaér Habib Mekang. Még egyszer át. És egymást találták el. Habib Mekang sajnos előtte még a labdát is.
A csapatok mit is lehetne csinálni. Például ezt Genito dobos elé, dobos visszaveszi. Nem biztos, hogy jó döntés volt. Szöglet. Habib Mekang azért nem teljesen egészséges. Ugye ő találkozott Kóssal nemrég. Ivancsics, hát a hosszúra. Ők fejelik vissza nekünk. Kós, és itt nem volt esélye a labda megszerzésére. Vince. Higgadtan játszották most meg Grosev. Hát azért remélem, hogy bírni fogják a honvéd játékosok a hosszabbítást. Ivancsics. Megpróbálta Kósnak vagy Bárányosnak tenni, csak ő tudja. Eszte. Mekang, ő is bevágja. 3-3-6 kör után. Megyünk tovább. Jön Micsó Smiljanić. Aztán a lepattanó labdát elhozzák a moldávok, Ivancsics nem volt szabálytalan. Ivancsics, ez viszont egy gólhelyzet, Ivancsics belőné középre. Habib Mekang azért nem teljesen egészséges. Ugye ő találkozott Kóssal nem.